A tavalyi 12-höz képest idén 19 csapat vágott bele az élményekkel, hulladékkal, szúnyogokkal és vörös hangyákkal tarkított folyótakarításba. Az útvonal 3 éve változatlan, ezért még elkeserítő volt látni a nádasok és az ártér hulladékkal való telítettségét, hiszen 1 évvel ezelőtt már egy tisztább Tiszát hagytak maguk után a csapatok, akiknek jelentős része visszatérő volt. Idei évben 8. alkalommal került megrendezésre a Burger King Ultra Tiszató futóesemény. Közben a 8. éve hazatértünk Tiszafüredre, és nagy örömünkre szolgált, hogy idén egy időpontban rendezhettük az Ultra Tiszató eseményt a Petkupa Tiszatavi eseményével. Nagyon sok közös vonás van a Petkupa és a mi szervezői csapatunk között. Azt gondolom, hogy hasonló szempontból fogjuk meg a környezettudatosság és az erre való edukációnak az átadását. Mi saját részünkről a futóeseményeinken, illetve a szabadidős sporteseményeinken úgynevezett ökofrissítést használunk. Az azt jelenti, hogy nem használunk egyszer használatos műanyag és papírporrakat a frissítőpontokon. Ezzel csökkentjük értelemszerűen az ökológiai lábnyomunkat, és azt gondoljuk, hogy egy könnyebbség a környezet számára is. Idei évben annak apropóján, hogy a Petkupával egy időpontban szerveztük az ultratisztató eseményt, mi egy gyűjtést szerveztünk a Petkupa számára. Itt a futók egyedi testmatricát vásárolhattak, és ezzel támogathatták a Petkupa csapatát. Befolyt összeget 100%-ban a Petkupa csapatának áldozunk, és ezt saját felhasználással fogják tudni majd felhasználni. Mi bízunk abban, hogy mind a Petkupának, mind a Burger King ultratisztató eseménynek az az üzenete, hogy a környezetet első és legfontosabb helyre tegyük az életünkben, akár a mindennapjainkban, akár a sportban. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív üzemet, és igyekszünk támogatni egymást a Petkupa csapatával ilyen téren. Rekord csapatszám, rekord hulladékmennyiség. Minden eddiginél nagyobb flottával és közel 80 kenús különítménnyel rajtolt el az 5. Tiszatavi Petkupa, hogy hulladék után kutatva evezze végig a Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Tiszanána, Dinnyéshát közötti folyószakaszt. Úgy néz ki, hogy nem csak a csapatok számát illetően döntünk rekordot, hanem a gyűjtött mennyiség tekintetében is. 19 csapat versenyzett a Petkupáért, és hamarosan kiderül, hogy ki nyerte meg. Közöttük a csapatok között volt általános iskola, középiskola, illetve egyetem is, céges csapatok és magánszemélyek, baráti társaságok. A megnyitó részt vett dr. Rajsz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára is, aki nem csak szóban, hanem tettekkel is bizonyította támogatását. Vízre szállt és szemetet szedett a petkalózókkal együtt. Lovas Attila, a Köti Vízig igazgatója pedig saját csapatának is szurkolhatott. Visszatérő indulóként a területileg illetékes vízügy csapata végül az előkelő 5. helyen végzett. Az 5. Tiszatavi Petkupán a csapatok 3 nap alatt több mint 7,5 tonna hulladéktól mentesítették a folyót, amivel bőven felülmúlták a tavalyi 6,5 tonnás mennyiséget. A hulladék jellege változatlan. Továbbra is PET palackokból van a legtöbb, hiszen ezek a súlyuk miatt könnyen úsznak a vízen, de sok üveg, fémdoboz, fél pár papucs és kommunális hulladék is lapult az ártérben. Több árhullám is végigvonult a Tisza folyón az idei évben már, úgyhogy arra számítunk, hogy megdöntjük a tavalyi 6,5 tonna gyűjtött hulladék mennyiséget, viszont egyelőre még pontos adataink nincsenek, hiszen még mindig zajlik a zsákoknak a szelektálása, úgyhogy egyelőre az biztos, hogy a tavalyit sikerül megdupláznunk, tehát hogy ugyanazt a 6,5 tonnát biztos, hogy sikerült kigyűjteni az ártérből, a nádasokból, hogy több lesz-e, az még egyelőre rejtély számunkra is. A versenyt hatalmas hajrával és csupán néhány száz petákkal a visszatérő MBH Bank csapata nyerte meg. Őket a szintén rutinos petkalózokból álló Decathlon követte, míg a 3. helyet a Tiszatóra először ellátogató, a felső tiszai versenyt rendre megnyerő Siemens Energy érdemelte ki. A Tiszató hőse, azaz az egy főre jutó legtöbb hulladékot gyűjtő csapat a Decathlon lett.